az Albert Schweitzer nevet a Magyar Tudományos Akadémia engedélyezte, és a 60-i kórházat működtető Kft., non-profit közhasznú Kft., Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet, egészségügyi szolgáltató non-profit közhasznú Kft. Néven fog működni. Az engedélyek megkérése folyamatban van. Jelenleg még mindig azt mondom, hogy január 1-től megvan minden olyan hozzájárulásunk, INTS engedélyünk, egyéb engedélyeink, amivel a Kft. Önálló működést tud végezni. Folyamatosan lobby tevékenységet folytatok abban a témában, hogy minél nagyobb mértékű támogatást tudjunk kapni. Éppen a hosszabb vesztes érában, meg az elmúlt időszakban elszenvedett pénzügyi veszteségek pótlására, és a jellegi tudásunk és információink szerint rajta vagyunk azon a listán, aki fog kapni ebben a témában pénzt. Ez azt jelenti, hogy pénzügyileg nem csak saját erőből, hanem kormány segítségével stabilizálni tudjuk a pénzügyi gazdálkodást. Gyöngyösi kórházba kerültek át gépeink, és bizonyos tevékenység, itt elsősorban a proszektúrához kapcsolódó tevékenység is átkerült Gyöngyösre. Itt sajnos a béleti díjak felhalmozottak, Gyöngyös nem fizetett, illetve nagyon nehezen fizeti, nagyon nagy elmaradással van, ezért felmondtuk a 30 napos határidő figyelembevételével ezt a tevékenységet, vagy ezt a szolgáltatást. A gépeket visszaszállítjuk, és ismételten 60-ban fogjuk ezt a tevékenységet ellátni. Ez egyben egybeesik azzal a gondolkodásunkkal is, hogy mindent a régi kórház szintjére próbáljunk visszarendezni, és azok az osztályok működőképesek maradjanak. A TIOP pályázatunk fut, ismételten nekiálltunk teljes erővel, hogy pályázati pénzből felújítási munkálatokat tudjunk végrehajtani. Ami változás, hogy nekünk nem a külső a legfontosabb, bár az is nagyon fontos, hanem belülről a működést kell helyreállítanunk. Ezzel kapcsolatosan 1,5 milliárdos összegből teljesen újonnan megszervezett műtőblokkot, sterilizáló rendszert és különböző gépi műtőrendszer szeretnénk végrehajtani. Ebben nagyon sok olyan gép szerepel, ami kiegészíti a jelenleg hiányzó gépparkot, és teljesen új változatban áll fel, 90%-os Európai Uniós pályázatból 10% körrészsel tudjuk ezt megvalósítani. Az elkövetkező időszakban egy utolsó átszervezést kell végrehajtanunk. Ez tulajdonképpen a Városgazdálkodási ZRT-től átkerülnek a dolgozók, rendezésre kerülnek a bérek, áttekintésre kerülnek a gazdasági számok, és egy olyan stabil gazdálkodást szeretnénk felállítani, aminek a lényege, hogy hosszú távon pénzügyileg nullásan és stabilan fejlődőképes legyen a 60-i kórház, és megint ismételten egy jól működő állapotot hozzunk létre. Folyamatosan keressük azokat az orvosokat, akik a 60-i kórházban fognak dolgozni, hiszen a jellegi orvosi karhoz mindenképpen erősítésként orvosokat kívánunk bevonni. Ez is jó úton van ez az egész dolog. Januárra felálltunk teljes egészében, és működőképesek vagyunk.